Sziasztok! Köszöntelek benneteket Zoom ifjúsági magazinunk októberi összeállításában. Ezúttal egy baleseti szimulációt mutatunk be nektek, és két világnapról is beszámolunk. Tartsatok velünk ma is! Halálos közlekedési balesetet szimuláltak a hatóságok és a Szent László AMK 10. évfolyamos diákjai szeptemberben a Petőfi szigeten mintegy 400 középiskolás előtt. A cél az volt, hogy a tanulók megértsék, elég egyetlen rossz döntés a tragédia bekövetkezéséhez. A bajai katasztrófavédelmi kirendeltség az ittas vezetés bemutatásával egy gyakorlatias, használható tudást kívánt átadni a fiataloknak, a közösségi szolgálat megújításának részeként. Érkezik a tűzoltó autó Baján a Petőfi-szigeten egy közlekedési balesethez. Két autó összeütközött és többen beszorultak a járműbe, sérültek is vannak. A rendőrök, tűzoltók és mentősök összehangolt munkáját egy szimulációs gyakorlat keretében tekinthették meg a helyi középiskolások. A cél az ittas vezetés következményeinek bemutatása volt. Köszönöm egy kapitányság ide, jó napot kívánok! Baleset történt! Mi történt? És hol? Nem tudom pontosan, mert... Hetényi út, ha jól látom. Hetényi úton pontosan mondja. Nem ide valósak vagyunk. A szituáció szerint egy diszkó után a fiatalok hazaindulnak, és az egyikük ittas, illetve drogos állapotban ül a volán mögé, és ennek a következményeként két autó frontálisan ütközik, az egyik diák, vagy az egyik fiatal meghal a baleset során, és ennek a következményei láthatók a tűzoltók munkája, a rendőrök munkája, hogy hogy történik itt az előállítás, a szondáztatás, illetve a drogvizsgálat, és ennek a következményei, illetve maga az áldozat hangja vagy búcsúja a társaitól, a szüleitől, és úgy összességében az egész világtól, miközben ez egy elkerülhető döntés eredménye. A diákok azt mondták, tanulságos és sokkoló volt ezt látni. Mi gondolkodtál? Hát, hogy sok fiatalnak nem kéne ittasan vezetni, meg szereket beszedni, hogy ne csak a saját épségére, hanem más épségére is figyeljen. A balesetet a Szent László AMK diákjai játszották el. Volt, aki azért vett benne részt, mert orvosnak készül, és szerette volna kipróbálni magát egy ilyen helyzetben. Én nagyon szeretem ezt az egészségügyi dolgokat, szeretnék orvos is lenni, és ez engem különösen személyesen is a tapasztalataimat így tudtam növelni, és ezáltal előrébb jutottam egy lépést az utamon. Egyrészt ezért, másrészt pedig azért itt a diákoknak bemutattatok egy nagy tragédiát, gondolom, azért benned is megfogalmazódtak gondolatok. Pontosan, el is gondolkodtam rajta, hogy ez egy elég valóságos szimuláció volt, tehát ez simán megtörténhet bármikor bárkivel, aki nem gondolkodik előre, és nem méri föl a helyzetnek a valóságos részét. Betartom az összes szabályt, nem fogok drogozni, alkoholt inni, és figyelek az útra, és nem fogok telefonozni, beszélgetni, és csak is arra fogok figyelni, amit egy adott vezetőnek kell. A tanulókban a szimulációs gyakorlat révén tudatosodott, milyen veszélyes lehet egy ittas sofőr mögé beülni egy autóba. Biztos, hogy nem fogok inni alkoholt, próbálom a legnormálisabban. Hogyha iszok is alkoholt, akkor sem fogok hazamenni kocsival, hanem inkább hívok egy taxit, hogy felhívom valamelyik barátomat, aki nem ivott. Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, vagyis nem lehet alkoholt inni vezetés előtt, mondta Gedobit Zoltán, rendőrfőtörzszászlós. Nagyon fontos, hogy arra is számolni kell, hogyha valaki egy egész éjszaka folyamán alkoholt fogyaszt, nagy mennyiségű alkoholt fogyaszt, akár éjfélig vagy hajnali 1-2 óráig, lefekszik aludni, alszik pár órát, reggel föl kell 8-9 órakor, akkor ne essen abba a hibába, hogy ő már kialudta magát és kihozanodott, hiszen előfordulhat, sőt biztos, hogy maradt még vissza az esti alkoholfogyasztásból. Tehát fontos, hogy azért legalább 12-14 óra elteljen az utolsó alkohol elfogyasztását követően. De az ittas vezetésnek talán a legnagyobb veszélye az, hogy amikor a kocsivezető beül ittasan a volán mögé, akkor azért egészen másként viselkedik, mint hogyha teljesen józan állapotban volna. Megnő a reakcióidő, sokkal később tud reagálni bizonyos veszélyhelyzetekre,
fiataloknál, ugye a célja a mai rendezvénynek, a fiatalokat is érzékenyítjük egy kicsikét, ők pedig sokkal bevállalósabbak lesznek, sokkal inkább belemennek egy olyan szituációba, ami egyébként nem mennének bele. Tehát mindenképp fontos, hogy ezt valamilyen szinten tudatosítsuk a fiatalokban, hogy nem csak a buli, a szórakozás, tehát a döntéseinek vannak következményei, és egy felelősségteljes életet kell, hogy éljenek, főleg akkor, amikor gépkocsiba ülnek, gépkocsit vezetnek. Az ittas vezetése ugye nem csak az önmaguk, hanem az utasaik és a többi közlekedőknek is a életi testépségét veszélyeztetik. Tehát mindenféleképpen fontos ez, hogy ezt valahogy megelőzzük, és hogyha szembesülnek ezzel, elgondolkodnak rajta, akkor talán eszükbe jut egy ilyen éjszaka után, hogy ha kocsival megyek, vagy éjszaka közben, hogy a kocsival megyek, én vagyok a gépkocsivezető, akkor talán nem kell alkohol fogyasztani, és felelős azért is, hogy a benne lévő utasokat biztonságban és egészségben haza szállítsa. Ilyenkor mindenképpen tompulnak a reflexek, az éles látás, a távolságbecslés, a sebességnek a felbecslése, tehát mindenféle érzékelés, beszűkül a látókör, tehát ezek mind olyan tulajdonságok, amik a biztonságos vezetést mindenféleképpen negatív irányba viszik el. Tehát nem mindegy az, hogy valakinek egy másodperc a reakció ideje, vagy attól jóval több, hiszen azért nagyon sokat jelent az egy bizonyos veszélyhelyzet elkerülésekor, hogy milyen hamar tudunk a fékpedálra lépni, hogy a megfelelő helyes döntést hozzuk, vagy teljesen másképp tudunk reagálni akkor, hogyha valaki ittas állapotban van. És mint ugye említettem, sokkal bevállalósabbak az emberek, tehát belemehet esetleg olyan előzésbe, amiben józanul nem menne bele. A kanyaroknál ugye sebességet rosszul becsüli fel, magasabb sebességgel halad bele abba a kanyarba, amiben ugye egyébként nem menne bele. Tehát ez mindenféleképpen negatív dolgokat tud kihozni az emberekből. És ugye a szabálykövető magatartás is ilyenkor háttérbe szorul. A biztonságévet is nem kapcsolja be, hát mert elmulasztja, vagy eszébe se jut. És ugye a biztonsági jó bekapcsolása is nagyon fontos, ugye a sérülések kimeneteljének súlyosságát illetően. A szimulációs gyakorlat a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség megújult közösségi szolgálata révén valósult meg. Ennek keretében az év folyamán már egy egész projekten dolgoztunk, kérdőívet hoztunk létre, megkérdeztük a kirendeltség területén, illetve Bajaváros területén lévő középiskolákat, hogy miket is szeretnének egy ilyen tűzoltó vagy egy katasztrófavédelmi közösségi szolgálat során, és az jött le ezekből a kérdőívekből, hogy egyre többen ilyen gyakorlatiasabb, kézzelfoghatóbb tudásra vágynak, és nekünk is ez a célunk, hogy egy használható tudást adjunk át a mai fiataloknak. Ez a bemutató egy szintlépés ebben a közösségi szolgálatban, egy olyan projektként tekintünk most, amelyben megmutathatjuk a középiskolás diákoknak, hogy mi történik, vagy milyen döntés vezet annak a végeredményére, hogy egy ilyen baleset történik, és hogy felismerjék, hogy ez a szituáció hogy kerülhető el, a saját döntésük azt, hogy ne vezessenek ittassan, és ennek gyakorlatilag közelről láthatják, hogy kivágnak egy sérültet egy karambolozott autóból, láthatják a tűzoltók, a rendőrök, a mentők munkáját. A gyakorlat szervezésében a Biztonságos Bajáért Centrum is részt vett. Az a fő cél még, hogy a gyerekeknek olyan módon közvetítsük azokat a veszélyeket, amik leselkedhetnek rájuk egy jó buli után, ami szemtől szembe, tehát nem filmen, nem elmesélve, nem egy videón, hanem gyakorlatilag élőben láthatják azt, hogy egy rossz pillanatnak, vagy egy felelőtlen pillanatnak milyen következményei lehetnek. Anyu, te mondtad Attilának, hogy ne igyon és vezessen. És ő nem is ivott más, csak kólát. Ő nem vezetett ittasan, ő hallgatott rád. Az utolsó, amire emlékszem, a szembejövő fények meg az óriási csattanás. Üveg meg fém repült szerte szét. Az egész testem, mintha kifordult volna. Hallottam magam, sikoltoztam, meg éles fájdalmat éreztem, mintha egy késsel szúrtak volna belé. Fázom. Nagyon hideg van. Aztán láttam egy fehér fényt, és megkönnyebbültem.
már nem fáj semmi. Ahogy itt fekszem, hallom a rendőrt beszélni. Azt mondja, a többiek rendbe jönnek, de ő halott. Anyu, gyere már! Miért történik ez velem? Minden tele van vérrel, az enyémmel. Anyu, hidd el, mi nem tettünk semmi rosszat. A többiek voltak, ők nem gondolkodtak. Anyuci, nem kapok levegőt, félek. Hé, ne húzza azt a lepedőt a fejemre, nem lehetek halott. Csak 16 éves vagyok, csodálatos élet vár még rám, nem lehetek halott. A temetésnél láttam a barátaimat meg a családomat. Oda mentek a síromhoz, rám néztek és sírtak. A barátaim megsimogattak, majd zokogva elmentek. Szedjetek már ki ebből a koporsóból! Szeretnék még nevetni, futni, utazni és világot látni, és a gimiből ballagni. Ne tegyetek a föld alá, léci, ott sötét van, félek. Anya, miért isznak és vezetnek az emberek? Az életüket és másokét kockáztatják. A bátyó ne sírjon, anya, mondd meg neki. És mondd meg apunak, legyen bátor és erős. Majd ha a mennyországban leszek, figyelek fentről és vigyázok rá. Miért nem mondta annak a fiúnak senki, hogy ne igyon és vezessen együtt? Ha komolyan vette volna a figyelmeztetéseket, most még élnék. Ne sírj! Te mindent megtettél, értem. Már csak egy kérdésem van, mielőtt végleg elbúcsúzom. Mi nem tettünk semmi rossz. Miért nekem kellett meghalnom? A bemutatót mintegy 400 középiskolás tekinthette meg. Októberben két jeles napot is ünnepeltünk világszerte. Sokan életük részeként tekintik a zenét és az állatokat is. Elsőjén a zene, negyedikén pedig világszerte, meg annyi rendezvényen az állatok kerültek középpontba. A világnap alkalmából számos szervezet felhívja az emberek figyelmét a zene fontosságára és a felelős állattartásra, ám nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekek körében is fontos a tájékoztatás. A zene világnapját 1975-ben ünnepelték először a világon Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére, aki szerint meg kell becsülnünk a csendet és a zenét is, mivel az közelebb hozza egymáshoz az embereket és a kultúrákat. Minden ember számára fontos a zene, hangzott el az október 1-i világnap alkalmából tartott műsoron a Sukovice Sportiskolai Általános Iskolában október 2-án, szerdán reggel. Az intézményben ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy beépítsék a gyerekek mindennapjaiba a zenét, mondta el Keszeics Marianna, német nemzetiségi tanító. Az ünnepségen hegedűt, fuvolát és zongorát is hallhattak az alsó tagozatosok, valamint a klarinét, a citera és a harmonika hangját is megismerhették. Ennek a műsornak az is a célja, hogy egymástól kedvet kapjanak a gyerekek, itt megláthatják mások tudását, és aztán egyre többen talán beiratkoznak ezek után a zeneiskolába is hangszeren tanulnak. Már csecsemőkorban érdemes bevezetni a zenét a legkisebbek életébe, amely amellett, hogy a megfelelő fejlődést is elősegíti, növeli többek között a kreativitást, a szókincset, a memóriát és a ritmusérzéket is. Többen rendszeresen hallgatnak zenét. Igazából azért, mert engem meg szokott nyugtatni, ha feldúlt vagyok, vagy ilyesmi, mérges, vagy szomorú, vagy ilyesmi. És milyen zenét szoktál hallgatni? Hú, hát ez jó kérdés. Néha szoktam ilyen nyugodtabbakat, néha pedig rock zenét. Én mindenféle zenét szeretek hallgatni. Én is szeretek mindenféle zenét hallgatni.
Az iskola jövőre is szeretné megrendezni az eseményt, a mozgás mellett ugyanis a kreativitás fejlesztését is fontosnak gondolják. A kutatások pedig már azt is bebizonyították, hogy pozitív hatással van több tantárgy, többek között a matematikai és az irodalmi ismeretek elsajátítására is. Október 4-én az állatokat ünnepeltük világszerte. A világnap Assisi Szent Ferenc halálának napjához köthető. Először 1931-ben ünnepelték az élőlényeket, azóta pedig minden évben kiemelt figyelmet kapnak az állatok október 4-én. A célja az, hogy megértesse, az állatok boldogabbá teszik az életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és az állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Három cicával is találkozhattak a kiscsávói utcai ovisok a jeles nap alkalmából. A Macska Szív Alapítvány három mentett cicával látogatta meg az intézményt. Szerénát, Micit és Palomát befogadták az alapítvány tagjai, akik elmondták a rendezvényen, nem csak jó emberekkel találkoznak a kóbor állatok, gyakran fizikai bántalmazást is átélnek. Micuska, Szeréna és Paloma, mind a három mentett cica, mind a három máshonnan mentett, más okból mentett cica. Legidősebb mentett cicánk ugye Micuska, aki 8 éves most, és évek óta jár a felelős állattartás nevében előadásokra, iskolákba, óvodákba, hogy megtanítsuk a legkisebbeknek is, hogy hol kezdődik a felelős állattartás. A két kisebb, egyikük ugye Szeréna, ő a legkisebb, akit pár héttel ezelőtt egy kukába kidobva találtak, és azóta Bogi, az alapítványunk másik tagja, eteti otthon tápszerrel. Tehát ő a pótmamája, ő neveli most fel, és utána gazdikereső lesz. A harmadik cica pedig, akit azért hoztunk el, hogy meg tudjuk mutatni, hogy nem csak jó emberek vannak sajnos a világon, hanem rosszak is. Ő az, aki bántalmazás áldozata lett, és egy nagyon rossz ember eltörte az állkapcsát. Ennek köszönhetően az állkapcsának körülbelül kétharmada lett eltávolítva. Azért hozzuk el, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy bántalmazott állatként is tud utána teljes életet élni, és ugyanolyan kedves lesz az emberekkel, mintha nem bántották volna. A szervezet továbbá felhívta a figyelmet a felelős állattartásra is. Ilyen idős korban nagyon fontos, hogy hol kezdjük ezt el a gyerekeknek elmondani. Az első és legfontosabb, hogy megértsék, ugye, hogy nem csak enni és inni kell adni egy állatnak, hanem ahhoz, hogy ő egészséges maradjon, nagyon-nagyon fontos, hogy szüksége van védőoltásokra is. Tehát erre próbáljuk rávezetni a kicsiket, hogy nem csak akkor visszük el orvoshoz azt az állatot, legyen az kutya vagy cica, hogyha már beteg, hanem azért évente egyszer igenis ildomos elvinni, nézzék át, és kapjon egy védőoltást, úgy, mint ahogy az emberek vagy az embergyerekek. Paloma stábunknak egy rövid interjú keretében még nyilatkozott is. Az óvodában nem csak a világnapon nevelik a gyerekeket az élőlények védelmére, hanem a fenntartható nevelés szerves részét képezi a környezet és az állatvédelem, mondta el Gavlik Szilvia, óvodapedagógus. A gyerekek nagy örömmel fogadták az itt majd megérkező vendégeket. Már egész héten készültek, tudták, hogy meglepetés vendég érkezik, de nem tudták, hogy kit is várhatunk. Sejthették már így a hét vége fele, mert csupa cicás dalt énekeltünk, csupa cicát barkácsoltunk, cicás dolgokat, úgyhogy most már a mai napra már kikristályosodott bennük, hogy cicákat fogunk simogatni, és róluk fogunk hallani. Nagyon érzékeny ez a korosztálya minden szempontból, és azt gondolom, hogy az állatvédelmet is, és minden ilyen dolgot, amivel érzékenyíthetjük az embereket, a gyerekeknél kell kezdeni, és a gyerekek nagyon fogékonyak voltak, és nagyon érzékenyen álltak a témához, és nagy érdeklődéssel fogadták. Nagyon fontosnak tartjuk a fenntartható életmód kapcsán, hogy a gyerekek minden nap megtapasztalják, amikor csak lehetőségük van, a természetközeli nevelést, és ebbehez minden lehetőséget megragadunk, és ezért is hívtuk meg a Macska Szív Alapítványtól és Bogyékat, és az állatvédelemmel nem csak az állatok világnapjának, nem csak ezen a héten foglalkozunk, hanem mindig, amikor valamilyen aktuális dolgot séta során, vagy bármi ilyen más témával kapcsolatban be tudjuk hozni, akkor mindig újra és újra átismételjük ezt, mert ez fontos.
A gyerekek a nap folyamán afrikai sünt is simogathattak, de dalaikban és alkotásaikban is megjelentek a világnap főszereplői. Nekünk otthon van egy afrikai törpesünk, és azt minden évben behozom ide az óvodába, kis ketrecbe, kicsit elbújtatva először, és akkor a gyerekek megnézhetik, a kezembe veszem, megsimogathatják, ott is elmondjuk az életmódjukat a süniknek, hogy a keleti sün az védett állat, de hogy ez a sün, ez nem az a fajta, ez kiskállatkereskedésből származik, és így a sünnel is megismerkedtek. De volt egyik évben madaras bemutatónk, tehát ugye próbálunk minden lehetőséget megragadni. Kirándulni szerettünk volna a Gemencbe, csak a terepviszonyok most nem tették ezt lehetővé, de igyekszünk minden ilyen lehetőséget megragadni. Többeknek van otthon kedvence, a kutyák és a macskák mellett pedig lovak, tyúkok és papagájok is színesítik a házi állatok palettáját. Te hogyan gondozod ezeket az állatokat? Ettettem őket, ittettem őket, és gondozok tőle. Judit néni mondott egy nagyon fontos dolgot, mikor kell még állatorvoshoz vinni a kis állatokat? Mentésre, amikor betegek. És mi az, amit a doktor bácsi és a doktor néni szokott adni a kis állatoknak, hogy ne legyenek betegek? Szurít. Van olyan is, aki már most tudja, hogy később az állatokkal szeretne foglalkozni. Azért, mert nagyon szeretem az állatokat. És mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Állatorvos. Az óvoda jövőre is színes programmal készül majd a legkisebbeknek az Állatok Világnapja alkalmából, úgy, ahogy a korábbi években is. Véget ért már a Zoom. Műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmeteket. Novemberben is a legfrissebb összeállítással jelentkezünk nektek. Sziasztok!